Bálint, az egyesen, kettesen Kádasi Zalán, a hármason Steigerwald Ernő, a négyesen Pap Márk, az ötösön fut majd a címvédő Máté Tamás, akiről az imént beszéltem, itt van 151-es rajtszámmal. Buncsú Patrik, a hatos pályán, a hetesen Vált Zoltán, és a nyolcas pályán Mészáros Balást látjuk majd. 21-en indultak el az előfutamok során, tehát természetesen a döntőben csak 8-an vehetnek részt. Zöld mezben Máté Tamás, aki a legutóbbi két esztendőben meg tudta nyerni a magyar bajnokságot. Tavaly például 21 másodperc alatti eredménnyel. Idén is ő volt a legjobb ez előfutamban 21,4-del. 21,61-el Buncsú Patrik bizonyult a második leggyorsabbnak. Az előfutamok során őt a hatos pályán láthatjuk majd. A vasas versenyzője most térdelt le, tehát az ötös, illetve a hatos pálya a legesélyesebb. Buncsú Patrik 100 méteren negyedik volt, Máté Tamás pedig 100 méteren a bronzérmet szerezte meg. Máté most zsinórban a harmadik bajnoki címét érheti el, férfi 200 méteren, és eljönnek elsőre. Máté Tamás óriási léptekkel indul meg, gyönyörűen ráfutott már Buncsura. Máté az első, egyértelműen Pap Márk próbál mellette, és Pap Márk lehet, hogy le tudja hajrázni. Most erősít bele Máté Tamás, és Máté az első, de nem sokkal verte meg Pap Márkot. Az Ikarus versenyzője óriásit küzdött, a 100 méteren is ezüstérmes volt Pap Márk, és a 200 méteren is a második helyet tudja megszerezni. 20-67! 21 másodpercen belüli eredménnyel. Élete legjobbját futotta Máté Tamás. Hát az nem akármilyen teljesítmény. A 21 másodpercen belüli futással óriásit lép a müncheni Európa-bajnoki részvétel felé.